előfeltevésed van, tehát a null állapotot azt te magasabbra vagy alacsonyabbra helyezed, és onnantól kezdve nagyon nehezen tudsz ettől elvonatkozni, nagyon nehezen tudsz ettől más véleményt alkotni. Érdemes ezt a horgonyt magunk szempontjából is sokszor felhúzni, és azt mondani, hogy tiszta vizet adunk neki, és vigyen, amerre valójában vinni kell, és nem ragaszkodni ahhoz, hogy Hello mindenki, Kiti és Tamás vagyunk, és ez itt a War Stories, a Giforcs Podcast. Teljesen természetes dolog, hogy amikor elkezd érdekelni egy játék, akkor elkezdesz róla információkat gyűjteni. Ennek ugye több formája is lehet, például belépsz egy csoportba, és ott megkérdezed az embereket, hogy mi a véleményük róla, elolvasol egy cikket, egy blogot... Fórumokon informálódsz róla, megnézel egy véleményezős videót, elmész egy rendezvényre, ahol bemutatják ezt a játékot, vagy ki tudod próbálni, például a társasjátékok ünnepe, vagy amikor barátok mesélnek róla, egy játék alkalom előtt, után, vagy csak egy beszélgetés alkalmával, vagy bemész egy boltba, és, és egy bolti eladó elmondja a véleményét arról a játékról. Ugye a vélemény nyilvánítás az lehet teljesen szubjektív vagy objektív dolog is. Bár itt azért megjegyezném, hogy a teljesen irányba nehéz kicsit elmenni, mert ugye ha valaki véleményt mond, akkor próbálja a skálának valamelyik irányába elbillenteni, tehát inkább szubjektív végekkel próbál építkezni, tehát jobban beleviszi azt, hogy ő hogy érezte magát, ő neki mi a véleménye. Még ugye egy objektív kritériumrendszert esetleg felállít valaki, egy értékelést, és az alapján próbálja mondjuk úgy, hogy minden játékot megítélni, elmondani róla a véleményt. Hát igen, ebben az esetben, ahogy te is mondtad, kell lenni egy értékelő rendszernek, ami alapján értékeli, véleményezi az adott játékot, amit kipróbált. Ennek szerintem akkor van értelme, ha mindenki tudja, hogy az adott rendszeren belül melyik szám pontosan mit jelent. Például a BGG-nek van egy ilyen játékértékelős része, ahol egytől tízig tudott pontozni a játékokat, mindegyiknek van egy körülbelül meghatározása, ami mellé kifejtheted részletesen a véleményedet is. Az ilyen pontozós értékeléseknél Valóban gyakoribak, szerintem gyakoribak a kötetlenebb véleményezések. Bármelyik formáját is nézem annak, amit az epizód elején felsoroltam. És először egy kicsit szeretnék arról beszélgetni, hogy milyen az, amikor egy tartalomgyártó véleményt mond, egy játékot értékel, annak milyen fajtái lehetnek, esetleg mi befolyásolhatja a véleményét. A második felében pedig arról, amikor fórumokon, barátoktól, csoportokban érdeklődsz játékokról, amikor többen mondanak véleményt, és ami talán egy picit jobban is befolyásol. Ebbe persze természetesen beletartozik az is, hogy cikkeket olvasol, videókat nézel a témában, és minél többet fogyasztasz, azok annál jobban fognak ugyanúgy befolyásolni. És hát akkor nézzük először azt, hogy milyen típusai lehetnek a tartalomgyártásnak. Az első kategória az, amikor igazából megvesz magának egy játékot, és arról elmondja a véleményét. Vagy már megvan a kollekciójában az adott játék, mert sokszor nem úgy indul az, hogy tartalomgyártó akarok lenni, és veszek hozzá dolgokat, hogy miből gyár csak tartalmat, hanem pont ebbe a hobbiba is az a szép, hogy aktív gyakorlója vagy a hobbinak, tehát vannak játékai, társas már, a polcodon ott pihennek a játékok. És egyre inkább el akarod mondani a véleményedet. Igen, <laughs> igen, igen, el akarod mondani, mint ahogy mondjuk akár egy podcast adásban is, el akarod mondani bizonyos témákra a véleményt, amit mi is teszünk, ugyanúgy egy tartalomgyártó is egy játékkal kapcsolatban azt mondja, hogy hát nekem nagyon tetszett XY játék, és akkor megpróbálom ezt megosztani veletek is, mint közönséggel, és akkor elkészíti az első tartalmait. Ennek még van ugye egy ilyen, hát ilyen speciálisabb formája vagy alkategória, nem tudom, hogy hogy ahogy a jó megfogalmazás, de amikor ugyanez van, csak már mondjuk egy Patreon rendszeren belül működik a tartalomgyártás. Mert ilyenkor továbbra is arról van szó, hogy te döntöd el, hogy milyen játékot vásárolsz, mi az, amit beszeretnél mutatni, és ugyanúgy függetlenül készül el a tartalom, és a saját véleményedet leginkább bele tudod szőni. Objektívan vagy szubjektívan igen. igazából az már, már rajta múlik. Igen, itt nem, én, én se érzek ilyen nagy, nagy különbséget. Viszont szóval a második kategória az, amikor kapsz egy példányt, amit egy játék példányt, amit vissza kell kapnod. Ez, ez lehet egy ilyen prototípus, vagy első példány, vagy egy olyan gyártás, amiből még ugye csak egy készült el pont kifejezetten arra, hogy, hogy a tartalomgyártóknak így körbe lehessen küldeni, és akkor mindenki el tudja róla mondani a véleményét, akár úgy időzítve, hogy, hogy amikor megjelenik a játék, akkor már legyen róla tartalom. A közönség finanszírozott játékoknál azért elég gyakori jelenség. Igen. Kickstarter, GameFound kampányok, tehát amikor már kimegy a kampány, gyakorlatilag addigra már vannak videók is a kampány oldalon be linkelve. Ugye ezek, ahogy mondtad is, prototípusok alapján készült vélemények, és ilyenkor azért legtöbbször a készítők várnak valamiféle visszajelzést is. Nem feltétlenül abban a tartalomban, amit a tartalomgyártó készít, tehát adott esetben mondjuk egy YouTube videóban, hanem attól függetlenül akár egy külön írásban, e-mailben, egyéb kommunikációban. Tehát ez egy érdekes kategória, ahol picit még mint tesztelők is megjelennek a tartalomgyártók. Hát igen, és, és, és itt már szerintem bejön az is, hogy hogy ez a tartalom, ez lehet fizetett is, vagy ingyenes is, Ugye attól függően, hogy mondjuk a tartalomgyártó hol tart a kis életszakaszában, mert egy kisebb tartalomgyártó, akinek nincs akkor a követő tábor, az valószínűleg ingyen fogja elvállalni, de igen, a, a nagyok, a, akiket mi is követünk, mi is ismerünk, azok már valószínűleg ezért is kérnek fizetést. És ugye akkor itt jön a, a következő kategória, amikor egy véleménynyilvánítás fizetett aminek ugye több formája lehet. Az egyik szerintem az, amikor kapsz egy terméket, amiről véleményt kell mondanod, és igazából nálad marad a termék. Itt már ugye a termék lényegében a, a fizetés, és lehet a másik változata, amikor kapsz fizetést, és elmondhatod, és itt a fizetést úgy értem, hogy megkapod a terméket, és azon felül kapsz még valami jutatást érte, és lehetsz teljesen szubjektív, elmondhatod a véleményed jót-rosszat, akármit, illetve talán a legerősebb változata ennek az, amikor, amikor el is mondják, hogy mit mondhatsz róla. Tehát, hogy mondjuk kiemelik, hogy nem mondd el negatívumként, nem tudom, hogy nem tetszik a grafika, most mondok egy példát. Talán az a jelenség probléma, hogy kicsit néha összemúsódik a, a, vélemény és a reklám kategóriája. Legalábbis én ezt tapasztalom, hogy, hogy neked, mint tartalomfogyasztónak kell egy kicsit értő szemmel nézni, hogy most valójában reklámot nézel, vagy, vagy véleményt nézel, és ez független még attól is, hogy pénzt kapsz érte, vagy sem. Tehát ez nyugodtan lehet az, hogy egy te ingyenes tartalomgyártó vagy, nem kaptál érte fizetséget, de mégis promótálás céljából hozod létre a tartalmat, hosszú távú együttműködés és a többi, tehát nagyon sok minden állhat a háttérbe, de alapvetően az a tartalom, ami elkészül, az nem feltétlenül a kritikus szemmel készül, és ez most egy nem negatívumként használom itt ezt a dolgot, hanem egyszerűen mi a célja. Az a célja, hogy mondjuk egy terméket minél több emberrel megismertetni, minél több emberhez eljuttatni, és nem az, hogy a terméket kielemezd, hogy mi igen, az valójában. Az, igen, ott már lehet, hogy inkább bejön az, hogy magáról a termékről beszélgetnek, mint mondjuk egy, egy bemutató napon, hogy elmondom, hogy ezek és ezek a mechanikák vannak benne, ilyen a grafikája, stb. Ennyi játékos számmal játszható, de nem feltétlenül azt mondják el, hogy mi a véleményükről. Vagy szerintem Mi a játék jobb, jobb vagy rosszabb enálla, Tehát ugye, igen, jó is mondtad ezt a példát, ez nagyon jó, egy partneri nap, egy bármilyen olyan kiadó, társasjáték tervező, készítőnek az eseménye, ahol ő megmutatja a saját játékát, megpróbálja azt minél jobban a saját valójában átadni, tehát az, hogy milyen mechanika van benne, így működik, úgy működik, esetleg még megkockáztat egy-két összehasonlítást, hogy hasonlít ehhez vagy ahhoz a játékban lévő mechanikához, de nem minősít, tehát nem mondja azt, hogy jobb vagy rosszabb, nem próbál meg valamilyen értékrendet mögé rakni, hanem azt mondja, hogy ez van, ez a termék, parancsolj, döntsd el te, hogy mi a véleményed. És ugye itt ez a tartalomgyártásban sokszor látom azt, hogy kicsit így összecsúszik ez a dolog, legalábbis fogyasztói oldalról, hogy a, ez a két kategória ilyen egy kalap alá van rakva, ahol ott ez, ez szerintem nagyon jól elkülönülő két dologról van szó. És itt már a tartalom fogyasztónak kell ezt az elkülönítést meglátnia. Ugye a szemben a másikkal, amit, amit úgymond, korábban beszéltünk, vagy igazából amiről eddig, eddig részletesebben beszéltünk, a véleményezés. Amikor elmondod a véleményt. Pénzt kapsz érte, még attól lehet, hogy teljesen őszinte, objektív és szubjektív elemeket tartalmazó igen, vélemény. Igen, igen, én is úgy gondolom, hogy az, hogy most egy véleményezés, egy, egy olyan tartalom, amiben egy játékról mondanak véleményt, az most fizetett vagy nem, szerintem attól még ugyanúgy lehet az, az a saját véleménye. Tehát itt igen, amit kiemeltünk, ez a, ez a reklám, amikor meghatározzák, inkább leginkább az a reklám, amikor meghatározzák, hogy mit mondj róla, szerintem ez nagyon nagyon kevés, nagyon ritka, tehát nem, nem gondolnám azt, hogy ez a legnépszerűbb formátum a piacon, és hogy miért is akartam erről beszélni, vagy hogy miért emeltük ki ezt a, ezt a vélemény nyilvánítást, és inkább így a tartalomgyártókra. Én bevallom töredelmesen, nem nagyon szoktam véleménynyezős videókat nézni, mert jobb szeretek úgy nekiülni egy játéknak, hogy így nem, nem tudok róla. Mármint, hogy tudok róla, csak hogy ö, nem akarom, hogy más véleménye befolyásoljon. Azt viszont tudom, hogy te nagyon sok ilyen jellegű tartalmat fogyasztasz. Úgyhogy felteszem a kérdést, hogy szoktál review videókat nézni, és kik a kedvenceid? Ha már így belementünk ebbe a két kategóriába, nálam nagyon vegyes a dolog, mert én nagyon szeretek első kézből tapasztalni egy játékot, minél kevesebb előzetes információ nélkül. Kicsit úgy vagyunk vele egyébként, mint a, mint a filmekkel és a sorozatokkal, hogy már látjuk, hogy Szirmai Gergőnél kint van a, a vélemény. <laughs> vélemény, de addig nem, amíg amíg erre mentünk moziba is oké, okay, majd ha megnézzük, akkor nézzük meg, hogy mit mond róla. Igen, ilyen utólagos megtekintők vagyunk a kifejezetten véleménytípusú tartalmakkal, hogy miután már mi is van egy élményünk, akkor megnézzük, hogy olyan emberek, akiknek adunk a szavára, azok mit mondanak róla. Ö, alapvetően ez egy, egy ilyen jelenség, de pont az, amit előbb beszéltünk, hogy előtte, a fogyasztás előtt, úgymond, tehát, hogy még mielőtt játszanánk és a többi, azelőtt én nagyon szeretek megnézni reklámokat. És itt van az, hogy ez a két dolog mennyire szépen tud egymás mellett működni, hogy olyan tartalmak, amik az én szemszögemből inkább reklámnak minősül, azokat jobban szeretem megnézni azelőtt, hogy, hogy játszanék vele. Mert ott tényleg arról van szó, hogy meg akarja mutatni a tartalomgyártó, hogy legobjektívebben hogyan néz ki ez a játék. Ez általában szerintem azért össze is szokott kapcsolódni a a szabálymagyarázással egy kicsit. Pont ezt akartam mondani, hogy nálam a szabálymagyarázós, oktatós jellegű videók inkább ebbe a kategóriába tartoznak, egyetértek, amik, amik nem vélem, mert igazából egy szabálymagyarázásban jó, elmondhatod mondjuk a véleményet, hogy esetleg a szabálykönyv alapján nehéz vagy nem, de az már megint, megint egy vélemény kategória, de valaki csak megmutatja a játékot, hogy ezeket az elemeket tartalmazza, így néz ki a körstruktúra, így néz ki a forduló struktúra, ilyen akciókat tudsz végrehajtani, ilyen elemekkel dolgozik. Számomra az a nevezük akkor továbbra is így a reklám kategóriába tartozik, ami alapján én eldöntöm, hogy tetszik-e vagy nem tetszik a tartalom. És kifejezetten a, az ilyen tartalmaknál nagyon szeretem, ha rövid. Tehát én, én itt, itt vagyok a rövid tartalom fogyasztó, és például amikor egy percben, három percben, öt percben maximum össze van foglalva egy játék. Kickstarterek esetén ez el vagyunk kényeztetve, mert ott a Kickstarternek az adatlapján ugye legtöbbször mindig egy ilyen videó ugrik fel, ahol egy animáció, tehát nem is fizikai komponensekkel, a legtöbbször animációval van bemutatva a játék. Nem akar minden szabályt elmondani, két-három dolgot mutat róla, nagyjából meg tud győzni, hogy tetszik -e vagy sem. Igen, a, ilyen hangulatkeltőnek nagyon jó, hogy tényleg megnézed azt a videót, és azt mondod, hogy jó, ez tetszett, tovább görgetem az oldalt, vagy megnézed a videót, és azt mondod, hogy mm, ez nem az én játékom, és lehet, hogy tovább se görgeted az oldalt, hanem bezárod. Ebben a nagy dömpingbe abszolút kell lenni ilyen előszűréseknek is, és valahol igazságtalan ez persze, mert lehet, hogy a világ legjobb játékán siklunk el csak azért, mert, mert a reklámja úgymond rossz volt, de de, de ez szerintem más termékeknél is. Minden dél ugyanígy van, tehát miért lenne ez, ez különböző? Vagy lehet, hogy nem akkor találkozol vele, amikor épp olyan hangulatban vagy életszakaszban, vagy amikor neked való. Tehát ez is benne van, hogy lehet, hogy két-három év, két-három hónap múlva találkozol azzal a játékkal, és azt mondod, hogy ez akkor miért nem tetszett? Tehát ez is, ez is benne van szerintem. De... A, ahogy az elején mondtuk, ugye a véleményt mindig emberek alkotják, és itt ne csak a tartalomgyártókra gondolunk, hanem önmagunkra is. Igen. Tehát amikor mi véleményt formálunk egy játékról, akkor nagyon sok érzelem van benne, még hogyha azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk a legobjektívebb személy, aki nagyon tárgyalagosan, mint egy tesztelő tudja nézni a játékot, akkor is éppen milyen hangulat volt, rengeteg dolog befolyásolja. Úgyhogy mondom, így eleinte ezek a rövid tartalmak. Pont ebből kifolyólag a 3 Minute Board Games az egyik csatorna, amit így követek, ami három perc alatt összefoglal egy társasjátékot. Ugyan ez a csatorna inkább már a megjelent játékokra fókuszál, mint mondjuk egy kickstarterekre, tehát ha a kickstartereknél maradunk, akkor tényleg az adatlapon lévő rövid videó az a, az a forma, amit követek. A kickstarter kampányokhoz kapcsolódon ugye van a Board Game Co., Akinek a csatornáján nagyon sokszor prototípust uh, lehet találkozni. Tény, hogy az már inkább a véleményezős kategória. Tehát ott már véleményformálás is van erőteljesen, de ez a videóban nagyon szépen ki is van emelve, hogy dolgok, amiket szerettem, dolgok, amiket nem szerettem. Tehát ott már maga a tartalomkészítő is felhívja rá a figyelmet, hogy itt most az ő saját véleménye következik. És te eldöntheted, hogy Egyet értesz-e vele, vagy sem? Mert ugye ez alapján én, én őt mondjuk ö, nem ismertem, de akkor ez alapján neki gyanítom, meg vannak azok a mechanikák, zánerek, grafikák, amiket szeret. És akkor kicsit el tudod dönteni, hogy ő vele így azonosulni tudsz, vagy sem. Igen. De Nagyon... nem biztos, hogy ami neki. Kedvenc, vagy ami neki tetszik, az neked is tetszeni Bár fog. Már elég sok amerikai játékot mutat be ilyen szempontból, úgyhogy hozzánk közel áll, ezért is szeretem az ő tartalmait fogyasztani, de nagyon jól elkülöníti ő a videó elején, legtöbb videójának az elején, beszél arról, hogy milyen a játék, mechanikailag, működésileg és a többi, és utána elmondja a véleményt. Viszont tudod, hogy hol a határa kettő között, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, amikor amikor ezt nem rád bízzák, hanem azt mondják, hogy na, itt a határ, eddig volt egy bemutató, ezután következik egy vélemény, és itt már elkülönül a két kategória. És akkor pontosan tudod, hogy hogy, hogy kezeld le ezt a dolgot. Még akkor el is döntheted, hogy melyik részét nézed meg a videónak, mert lehet, hogy a szabálymagyarázó bemutató annyira nem tetszik, csak a véleménye, vagy pont fordítva. És akkor nem. Nem kell meghallgatnod mondjuk a szabálymagyarázás közben még a véleményét is, hanem igen, megnézed a videó egyik felét, vagy a másik felét. Ez mindenképp ilyen nagyon jó formátum. Na, van úgy, hogy én is csak az egyik felét nézem meg. Ez, ez inkább már játéktól függ, de, de igen, itt, itt már abszolút magadnak döntöd el, hogy, hogy melyik részt akarod. És ugye, ahogy említettük korábban, a, a játék után, a saját élmény után már jobban előtérbe kerül az, hogy Nézzük meg, hogy másoknak mi a véleménye róla. Ilyen szempontból nekem az egyik kedvenc csatornám a No Pan Included. Nem csak azért, mert nekik is van egy Jack russell szelük amit a videóban rendszeresen meg is mutatnak, hanem összességében ők is egy ilyen Patreon rendszeren keresztül támogatott csatorna, ahol Megveszik a játékot, és egy ilyen nagyon őszinte véleményt mondanak el. Néha talán egy picit nyers is a vélemény, a meglátásom szerint, de ezt teszik egy nagyon szórakoztató formában. Viszont Sokszor nagyon egyet is tudok érteni azzal, mert nagyon úgy nézik a játékokat, hogy játékos szemmel leültem oda, játszottam vele, mit éreztem a játék közben, hogyan éreztem magam közben, Mint sem azt, hogy nagyon kielemezném a játékot, hogy jól működtek együtt a mechanikák és a többi. Tehát nem ez a nagyon elemző típusú, mellette tényleg szórakoztató tartalomnak találom őket. Ezen felül követem a Tantrum House csatornáját, ahol főleg a jövőben megjelenő társasjátékok miatt nyitom meg a videóikat, készítenek listákat, ahol megmutatják, hogy bolti forgalomban, kickstarter milyen játékok várhatók, mi az, aminek az indulás is elcsúszott, tehát az egy ilyen informatív hírcsatorna számomra a, a jövőképről, illetve a Watch It ami hát a szabálymagyarázós, végigjátszós videói miatt kerül előtérbe. Végül nem utolsó sorban ugye a The Dice Tower, ami meg a vegyes felvágott, ahol igazából mindenféle tartalom van. A rövid tartalom, a vélemény nyilvánító, a végigjátszásos a live. A boring unboxing. A boring unboxing, ahol igen, a nagy kartondobozokból kikerülnek a játékok, és mert valami miatt még az is érdekes tartalomnak Igen. tud lenni. Úgyhogy úgy, ezek. De ezen a listán felül természetesen vannak magyar tartalomkészítők és tartalomgyártók is, akik közül biztosan uh, ti is ismertek párat. Uh, ilyenek a teljesség igénye nélkül: Mit játszunk? D3 Meeple, Dysendex kocka el van vetve, illetve hát ugye maguk a kiadók is megjelennek, uh, Reflex Shop, Game Club, a játékaik ismertető jellegű videóival, tartalmaival, szabálymagyarázó videókkal. Nálunk ugye azért is vannak a külföldi tartalomgyártók előtérben, mert ahogy azt korábban említettük, nagyon sok olyan játékot vásárolunk, ami megjelenés szakaszban, külföldi megjelenés szakaszban, angol nyelven vesszük meg őket, illetve hát ugye a Kickstarter GameFound felületen támogatunk játékokat, és a korai fázisban leginkább külföldi tartalmakkal tudunk találkozni. És akkor felétek ö, szegezném most a kérdést, így Tomi után, hogy ö, ti szoktatok-e ilyen véleményezős videókat nézni, és hogyha igen, akkor, akkor kik a kedvenceitek? Írjátok meg nekünk nyugodtan kommentben, hát ha Tudtok még ajánlani olyat, aki számunkra is ismeretlen, vagy lehet, hogy mi is ugye ajánlottunk most, ami számotokra ismeretlen, majd majd ide a videónak a leírásába berakjuk az összes linket, hogy meg tudjátok őket nézni, hogyha esetleg valami újdonságot mondtunk. Tudtok belül majd böngészgetni is. Akkor. Igen. És akkor így a tartalomgyártós véleményezés után térjünk át arra, hogy milyen az, amikor egy csoportban érdeklődsz, barátoktól kérdezed meg, tehát amikor sokkal inkább impulzívabb véleményt kapsz, sokkal inkább érzelmi alapút, persze nem azt mondom, hogy a tartalomgyártók nem lehetnek ilyenek, de, de talán a barátok és a, és a csoportok az a kategória, vagy akár egy fórum, ahol tényleg a játékosok beszélgetnek, akik játszottak azzal a játékkal, jó esetben játszottak azzal a játékkal, és úgy mondanak róla a véleményt. Hát sok esetben azért az is megvan, hogy valaki úgy mond véleményt, hogy nem játszott vele, csak más vélemények alapján alkot véleményt. <laughs> Igen, vagy, vagy lehet, hogy csak egyszer játszott, és, és az alapján alkot véleményt. Mi azért ö, általában, persze egy játék után nekünk is megvan a vélemény, de szeretünk többször játszani egy játékkal, és azután mondani véleményt, mert egy játékalkalom, nem játék. Hát vagy jól elkülönítve, mert azt mondjuk, hogy az első igen, benyomás. Igen, 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 és pont, pont így vagyok most ezzel a, ezzel a két példával, amit hozni akarok, ugyanis megtörtént az a két eset, hogy... A skála két végébe szorultam úgymond bele, az egyik, amikor nagyon felhypoltak egy játékot, mindenhol azt olvastam, hogy ez, ez nagyon jó, és zseniális, és nagyon tetszeni fog, és abszolút éreztem azt, hogy hm, ez kell, és ki akarom próbálni, és és vegyük meg, és, és biztos hogy nagyon jó játék a skála másik vége, amikor nagyon le lett húzva egy játék, és azt éreztem, hogy egy kicsit úgy ülök le a játékhoz játszani, hogy, hogy mínuszból indul. Hogy a példákat is hozzam, a túl játék számomra az erdő volt. Nagyon sok fórumon olvastam azt, hogy, hogy jó játék, és játszottunk vele négyen, és nekem nagyon fura élmény volt az, hogy túl magasak voltak az elvárásaim ezzel a játékkal kapcsolatban. És úgy ültem lejátszani, hogy ez egy zseniálisan jó játék, és nem éreztem azt, hogy megütötte nálam ezt a szintet, és emiatt játék közben azt éreztem, hogy nekem, ne, ne, nem nekem való ez a játék. Ez nem az én játékom, holott a grafika, a fák, az erdő, az állatok, tehát... Tocson. A mechanika egyedisége ott Egyébként volt benne. a mechanika egyed, igen, nagyon. Egyébként az, nem azt mondom, hogy ez egy rossz játék, mert nagyon tetszett az, hogy alá jobbról, vagy balról, vagy ugye fölőre, alulra, attól függ, hogy hova csúsztatod be a fa a kártyát, ad majd valamit. Csak egy idő után én azt láttam, hogy nem érdemes foglalkoznom az állatokkal, hanem igazából minél több fám legyen, persze ilyen pontozók is jöttek, tehát itt már bejön az, hogy épp milyen kártyák jönnek a kezedbe, milyeneket hozol el, milyen stratégiába indulsz el, viszont azt láttam rajtad is és Attilán is, hogy ti is pont ugyanezt csináltátok, és Tibi, aki, aki próbálta innen-onnan becsúsztatgatni a kártyákat, ő lett az utolsó, és ez ilyen nagyon fura volt, hogy, ő neki a... volt a leglakottabb erdeje. Igen, igen, és, és közben ő szerezte a legkevesebb pontot, és így ott ültem, és nem éreztem, hogy ne, nem értettem, hogy most akkor most ez lenne a játék fő célja, fő mechanikája, és, és mégse azt kell játszani. Nem tudom, hogy a kiegészítők ugye mit fognak hozni hozzá, és hozzáteszem, kiemelem, egyszer játszottunk vele, tehát ez egy abszolút első érzés volt, csak számomra egy kicsit rossz élmény volt az, hogy ennyire mindenhol azt olvastam, hogy nagyon jó játék, és talán emiatt igen, túl nagyok voltak az elvárásai. Igen. igen, tehát azt azért tisztában vagyunk vele, hogy első játék alkalommal nem feltétlenül azt az élményt kapod, még szabálytanás és a többi, meg mondjuk láttál egy stratégiát, az működik, de lehet, hogy van három másik stratégia, ami szintén ugyanúgy működik. Persze, kártyaleosztás hogy fog jönni a következő játékba, egy teljesen más játékod lesz, és lehet, hogyha újra leülünk vele játszani, akkor meg azt fogom mondani, hogy nem volt igazam az első alkalommal. Bár a hype az még akkor is ott lesz, és, és akkor is úgy érzem, hogy magasak lesznek az elvárásaim. Itt inkább a, az érzés az, hogy hogy ülök le játszani, az volt nagyon érdekes. És biztos vagyok benne, hogy fogunk még játszani az erdővel. Már csak ezért is, mert érdekel, hogy másodjára, harmadjára is meg lesz -e ez. Igen, ez a ez sokat emlegetett uh, mérce, amit meg kell ugrani, ez tényleg nagyon jó hasonlat, hogy nagyon magasra lett rakva a mérce, azt talán nem ugrotta meg, viszont hogyha egy alacsonyabb lett volna, az még mindig egy nagyon jó teljesítmény lett volna, azzal még mindig egy nagyon jó játékot kaptunk volna, csak maga az élmény volt egy olyan érzet, hogy nem ugrottam meg a mérzet, levertük azt, és onnantól kezdve egy ilyen hmm, jó volt, magasra ugrott, működött a játék, szép is, de de mégis egy ilyen á, fura érzéssel álltunk fel az asztaltól. Abszolút én is ránéztem a csupasz kis erdőmre, és még viccelődtünk is rajta, hogy hát de a játék címe is, hogy erdő. Végül is sok fán volt. Végül igen. sok fán volt, és működött, csak kicsit hiányoztak belőle a kis erdőlakók. És neked volt-e olyan játék, ami ennyire pozitívan indult, vagy ennyire túlhypolva indult, és akár egy, akár több játék alkalom után azt mondtad, hogy hát ez nem. Van, van ilyen, és, és igen, itt azért, hogy kit is kiemelte itt a dolgot, én is kiemelném, hogy ez abszolút egy nagyon szubjektív kategória, mert eleve egy olyan magaslatból indul a játék, ahol azt mondta mindenki, hogy fú, ez nagyon jó, Ugye nálunk azért az kiderült sokadásból, hogy ha kártyapakli van egy játékban, akkor imádjuk. Tehát szeretjük a... Többnyire, igen. Szeretünk pakliból húzni, szeretünk a kezünkbe tartani a kártyát, szeretjük azt a véletlenszerűséget, amit a kártyák adnak, és azt az izgalmat, amit egy kártyahúzás tud adni, és számomra pont ezért volt az ez egyik ilyen csalódás a föld, mert egy bizonyos pont után a játék elveszítette azt az izgalmát, hogy a kártyákat felhúzva el is akarjam olvasni. Nekem nagyon átalakult a játékban a kártya, mint erőforrássá, és onnantól kezdve húztam fel négyet, ötöt, ötöt hatot, és akár is... És, és jö, ment a kompozba. És ment a kompozba. Tehát nem, nem az volt már vele a célom, hogy elolvassam a szöveget, és a legjobb formában használjam ki, hanem áh, jó lesz kompozba. Leegyszerűsítve persze nagyon a dolgot, de az volt egy olyan játék, ahol én is azt hallottam mindenkitől, hogy nagyon jó fú, itt a nagy pakli, építed a kis élőhelyedet, most két olyan játékot sikerült elővenni, ami ilyen természet témájú, de ez csak a véletlen műve, építgeted a kis tablódat, és összeáll benne egy motor, a végén szépen ránézel, amit felépítettél. Igen, ez megvolt, abszolút, működött a dolog. De ez az egyetlen egy pontja nálam, ez a kártya elértéktelenedés, ez volt az, ami miatt egy ilyen nagyon fura és nem, nem is nagyon került utána elő, még, még próbált. Hát párszor, igen, Pár... adtunk att, neki több esélyt is, játszottunk vele párszor. Igen, ez nem az egyszer játszós kategória I igen, volt. Igen, ez abszolút a többször játszós kategória volt. Játszottunk vele négyen is, játszottunk vele ketten is, megnéztük több játékos számmal is, hogy hogy működik, és én is úgy, úgy azt éreztem, hogy jó-jó, de. És volt ott egy pici de, és amikor én úgy gondolom, hogy amikor ennyire sok játék jelenik meg, és sok játék van a polcunkon, akkor már csak így a, a korábbi adásban emlegetett, optimalizáljuk a, a gyűjteményünket, miatt is mondtuk azt, hogy eladjuk, mert valószínűleg nem került volna be az 5-3-1-be, hogy azt választottuk volna, hogy ezzel játszunk. Holott tényleg nem, nem azt mondom, hogy egy rossz játék, csak egyszerűen nekünk. A, a nagy hype ellenére, annak ellenére, hogy tényleg nagyon sokan szeretik, és látom, és értem, hogy miért szeretik sokan, nekünk ez így kevés volt. Ö, igen, valahol az az egy, lehet, hogy tényleg csak egy elem, valahogy, és itt már ilyen vannak ilyen beakadások, ilyen agyi beakadások, amikor nem tudsz túllendülni egy darab dolgon, és ez megint nem a játék hibája. No, de ilyenkor én úgy gondolom, hogy el kell engedni. Hmm. És akkor keresel egy olyat, amiben meg jobban érzed magad, jobban szórakozol vele, és attól függetlenül ugyanúgy lehet ajánlani azt a játékot, mert lehet, hogy van olyan játékos, akinek meg pontosan tudod, hogy ez fog tetszeni. És akkor neki meg azt mondod, hogy jó, akkor szerintem a te játékod a föld. Igen, tehát nekem, nekem ez volt, mondom, ez érdekes, hogy ha nem lett volna túl hype számomra túl, túl a föld, akkor, akkor milyen véleményen lettem volna, de így a kettő együtt így nagyon összejátszott abba, hogy hallottam mindenhol, nagyon jó lesz, fú, Jött a Kickstarteren, ugye a szokásos történetet megkapta a Föld, is, hogy ez olyan, mint master a masterraformálása csak jobb lesz tőle. Eleve már ez a Hype-on -e, még lökötte egy nagyot, mert miénálunk a master a még mindig nagyon nagy kedvent, és ha ó, ahhoz van hasonlítva, ha csak ugyanolyan jó, hát jó már már, jó. Nem, nem ugyanolyan jó, hanem. Nem hasonlít a marshoz. Kártyák vannak benne, tablót építesz benne, és, és erőforrásokkal gazdálkodsz. Számomra nem hasonlít a marsoz, igen. De de volt ez is benne, uh, igen, ott, ott volt egy ilyen félrecsúszás, úgyhogy emiatt volt a, ez a negatív élményem. És akkor ugye, ha már negatív élmény, akkor nézzük meg a skála másik felét is, amikor, amikor szegény játék <laughs> negatívból indul. Nekem az egyik ilyen nagyon friss élményem, az a Pampero játék volt, ahol Ger amit Gergő barátunk ugye Kickstarteren en megpledzselt, és a szabály elolvas, még nem érkezett meg hozzá a játék, de a szabály elolvasása után mondta, hogy hát ez lehet, hogy nem fog működni. Aztán megérkezett a játék, játszott vele, és elmondta, hogy hát ez szerintem nem működött, és neki annyira nem tetszik, és valószínűleg el is fogja adni. De minket meg nagyon érdekelt a játék, ugye a témájából is ö, adódóan, meg meg mi is kacérkodtunk azzal, hogy megveszük csak aztán mikor kiderült, hogy Gergő megveszi, akkor mi azt mondtuk, hogy jó, hát ha a csapatban lesz egy példány, akkor igazából nem kell még egy. Ugye a témája amúgy um, ilyen szélerőműveket kell építeni Dél-Amerikában, és, és úgy gyakorlatilag a megújuló energiát kell népszerűsítened. Igen, egy nagyon érdekes témájú játék, és nekem nagyon tetszett az asztalképe is tehát ezekkel a kis szélerőműves mipölökkel. Tényleg az a játék volt, ami, ami felkeltette az érdeklődést. És ugye mondtuk neki, hogy mi mindenképp szeretnénk kipróbálni, ott ment a beszélgetés a kölcsönadja, vagy próbáljuk ki négyen, mert még ő is akar neki adni egyesét, és ugye a vége az lett, hogy játszottunk négyen, és a játék alkalom alatt is, ugye valószínűleg, amit te is mondtál, hogy amikor valami beakad, Lásd ugye a földnél a komposztálás, a kártya, akármi. Szerintem nála is beakadt az, hogy ő ezt a játékot el akarja adni, és, és miért nem jó. <laughs> és úgy játék közben is mondogatta, hogy de a szabály se olyan, meg ez se, meg az se, és akkor úgy én azt éreztem annál a játéknál, hogy szegény egy kicsit próbáltam nulláról indítani, próbáltam úgy, hogy oké, okay, csupaszítsuk le, Nézzük onna, hogy nem indul minuszból, de nem tudtam. Sajnos nem sikerült elvonatkoztatni. Láttam azokat a dolgokat, amik úgy, é, amik lehet, hogy az, az például nekem nagyon nem tetszett, hogy ugye, ha valaki másnak használod a területét, vagy a buldozereit, a buldozere, építéshez, akkor nekiadod a pénzt, és igazából igen, ami... Hát lényegében majd, majd hogy nem megvolt. Már nem emlékszem, hogy melyik költök nyert. Nagyon szoros volt a vége, és gyakorlatilag itt a mechanikákból adódóan egy területen volt mind a kettőnknek buldózere. És, és, és ugye annak adod a pénzt, akit használ, igen. akinek a buldózerét használod, és a pénz lényegében a győzelmi pont. És a másik két játékos igazából kis tud csinálni az abból, akinek kevesebb pénze van. Hát vagy aki szimpatikusabb. Most igen, <laughs> én, én, én... Tehát ez, 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 ez a rész nekem se tetszett, ezen nagyon valahogy módosítanék rajta, de éreztem azt, hogy egy picit mínuszból indul a játék. Ellentétben ugye itt a, a, az erdő és a túlhype volt itt kicsit tényleg a, a másik oldal volt, hogy már egy picit negatívból indult a játék, és kicsit el is bizonytalanított abban, hogy ki akarom-e próbálni, de örülök neki, hogy kipróbáltuk, és összességében egy nagyon komplex, nagyon érdekes élmény volt, de valahogy úgy, úgy utána azt éreztem, hogy nem. És igen, ott is elgondolkodtam azon, hogy ha ez az előzmény nem lett volna, ha ez a véleménynyilvánítás nem lett volna, akkor is így éreztem volna, és akkor is nem tetszett volna -e a játék. A Pampero egy nagyon különleges játék az idei évnek, és talán azért a legkülönlegesebb közé is merném emelni, mert nagyon megosztó lett. Sok játékra mondják ezt a kategóriát, viszont ennél a játéknál abszolút megérdemelt az a cím, hogy van egy négy órás játékélmény, mert négy fővel azért az bőven elérhető, szerintem két fővel is ilyen két és fél, három órás körüli élményben vagy. Van egy olyan komplexitás, ami bőven négy fölött van. Tehát hát nagyon nem össz... egy könnyed parti Nem játék. egy könnyed parti játék. Összességében nagyon jól összeérő mechanikák, viszont van benne egy olyan újdonság, amit az ilyen komplexitású játékoknál nem nagyon szoktunk meg. Tehát majdnem, hogy olyan, mintha egy parti játék elemet akarnánk belemelni egy négy fölötti komplexitású játékba. És ez a kinek adom a pénzem? és igazából ez egy abszolút egy döntés. Nincs is benne olyan nagyon játékszabályügyi korlátozás. Annyi, hogyha ha saját alatt használod, akkor a bankba fizetsz, ha saját buldozereddel építkezel, a bankba fizet, ha más évvel, akkor a másiknak egy az egybe odaadod. Ez azért nagyon sok kérdést felvet, viszont nagyon sok izgalmat is rejt magába. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon különleges dolog. Lesz egy ilyen adok-kapok, mert nekünk is ott volt a, a játék azt a felet, hogy ú, uh, neked már adtam, majd ha visszaadod, akkor adok újra a legközelebb, most inkább megyek a másikhoz. Gyakor és ez nem egyszer megtörtént eset volt, tehát rakod bele egy érdekes interakciót, csak a játék végén te előbbre álltál, és majdnem minden pénzünket Attillával Gergőnek adtuk. Tehát gyakorlatilag majdnem megnyertek vele igen. a játékot, éppen, hogy nem tudtátok. De igen, és egy ilyen egy nehézségű dönt játéknál ne a másik két játékos döntsön a idézőjelesen, döntsön arról, vagy szólhasson abba bele, hogy, hogy a két előlevő közül ki fog nyerni, hanem igen, a stratégia, a döntések, a, a maga a saját játékod döntesse el azt, hogy te nyersz vagy sem. De pont ezért is mondom, hogy, hogy a különlegessége meg ebből adódik, hogy mert egy nagyot húzni, és azt mondta, az hogy biztos. csinálunk egy komplex játékot, és fölé rakunk egy meta játékot az asztal fölé, ahol tényleg ott volt az, hogy figyelj, akkor most én használom a buldózeret, felépítek oda egy szélerőművet, ezáltal én átadom neked a pénzt, de tud, hogy majd ezt a pénzt, úgymond kicsit ilyen Igen. mafiózósan, majd vissza fogom kérni egyszer. Tehát ilyen, Akár kamatos túl? Mi, hát, hogy az nincs benne, de igen. De ilyen mikroszövetségek kötődtek a játék során, meg ilyen mikroérdek közösségek, ami meg tényleg egy olyan, ami, ami inkább a parti játékokra jellemző, hogy lepörög gyorsan, mindenki kacag rajta egyet, és akkor utána megyünk tovább. Egy, egy négy órás játéknál, ha azt érzed, hogy te négy órán keresztül szépen építetted a magad kis stratégiáját és a többit, majd a végén nem töltöttél italt a mellette ülőnek, ezért ő megharagudott rád, és ezért nem neked fogja adni a pénzt, és ezért bukod el. Tehát van egy ilyen nagyon, nagyon ellenére. Persze túlzunk ezzel is egy kicsit azért, de ez a jelenség, ez, ez megjelent, és pont ezért újszerű, különleges, pont ezért nagyon sok veszély van benne, és, és pont ezért van az, hogy ha már elolvasod a szabályt is, esetleg azt mondhatod, hogy hát ez, ez nem fog működni. Én úgy gondolom, hogy többször kell játszani vele, több játékossal is, több játékos számmal, hogy lásd azt, hogy ez ténylegesen milyen. Ott ugye Gergő mondta azt hiszem, hogy ők játszottak ketten, és igen, igazából játszottak el, eljátszottak egymás mellett, tehát, hogy kicsit kisebb volt, a kevesebb volt az interakció. Hát négy játékosnál mutattuk úgymond meg igen. neki ezt, hogy amúgy erről szól a játék, hogy a pénzeket adogatod, meg kettő játékosnál nem jött elő ez. Igen, igen, igen. Hát ö, igen, mert nem fogod a másiknak odaadni a, a győzelmi pontokat. Ott nagy a kockázat. Tehát, hát, igen, igen, ott vagy abszolút érthető, visszaadni. hogy ez, ez nem fog kijönni. Tehát ez is milyen érdekes, hogy van egy lényegében a játéknak egy olyan része, ami két játékosnál, vagy kevesebb játékosnál nem jön elő. Persze azért bőven vannak ilyen játékok, de igen, egy ilyen komplexitásnál ez is nagyon érdekes. Ha már itt ugye a kicsit a negatív vonalra mentünk el, és hogy negatívból indul a játék, akkor ismét felteszem a kérdést, hogy neked volt-e egy játék, ami, ami negatívból indult, és akár negatív maradt, mert egy kicsit én azt érzem itt a pamperónál, hogy talán ő, ő ott maradt, de van-e olyan, ami, ami esetleg neked átbillent a pozitívba, és annak ellenére, hogy negatívan indult, azt mondod, hogy hm. ez egy jó játék. Igen, itt egy záró gondolat a Pamperóhoz kapcsolódóan, hogy nagyon ne negatívból indult. Hogyha ugyanaz a játék nulláról indult volna, akkor számomra egy nagyon érdekes élmény kategóriába került volna, amit egyáltalán nem soroltam volna negatívba. Hogy mennyire pozitív, az már kérdés. Egy, igen. De... Hát ahhoz többet kellett volna játszani vele, ugye ezt itt kiemeltük az elején is, hogy legalábbis itt én a Pamperóval és az Erdővel, hogy ezzel egyet játszottunk. Míg, míg mondjuk az Erdővel akarok még játszani, addig a Pamperó nehézségéből, hosszúságából, adódóan és abból, hogy Gergő el akarja adni, valószínűleg valószínűleg nem Nem lesz többet. a csapatban Igen. A játék. Na de hogy válaszoljak is a kérdésre, egy érdekes kategória nálam a negatívból pozitívban, mert ugye itt mondtad, hogy barátok ajánlása, vagy csoport ajánlása, és akkor én még hozzárakom a harmadik fajtát is, a te ajánlásod, önmagad, mármint úgy értve, uh -huh. a te, tehát te önmagadnak az ajánlása, mert nagyon sokszor van az, hogy a fejedben a múltból adódóan már vannak negatív képzetek, és igazából jön egy új játék, ami beleillik ebbe a negatív fiókba, és egyből odarakod anélkül, hogy azt mondanád, hogy hát nézzük meg inkább nulláról, tehát nem tudsz nulláról indulni, és nálam abszolút ebbe a kategóriába esett a evacuation. És ennek egy nagyon egyszerű oka van, hogy a Szuki játékait én nagyra tartom, mint játék tervezőt, de valahogy nem találtak be a játékai. A pulzárt nagyon akartam szeretni, nem tudtam a faművesek már nagyon közel állt, hogy szeressem, de, de volt benne egy olyan jelenség, ami minden játékban előfordult, és emiatt egy kicsit negatív szájízt adott, és így magát őt, mint társasjáték tervező, társasjáték készítőt írtam le, hogy ugyanazon a kapta fa alatt jönnek a játékai, ugyanazokat a típusokat látom, és jön egy új játék, a evakuáció, evacuation, hát ez is egy újabb szuki játék, leegyszerűsítve. És azt arra került, és abszolút a negatívból feljött nullára, majd a nulláról átmillent a pozitívra. Ez még engem is meglepet, mert én, én a pulzára voltam úgy, hogy azt én nem is akartam szeretni. Én legalább szereti akartam azt a játékot. Igen, a faműveseket akartam nagyon szeretni pont azért, mert mi is fával dolgozunk, de amit ugye emlegettél, hogy volt benne egy jelenség, ami, ami minden játéknál előjött, és azt mondtuk, hogy Fája a szívünk érte, de elengedjük. A Prága kaput regninél engem rettentően zavart a tárcsa, mert mindig szívtam vele. Ugye ezt nem említetted, nekem az a játék nagyon tetszik, de ott az az akcióválasztó tárcsa engem belerakott egy olyan stresszbe, amit nem akartam megélni egy játék alatt. És ezért nekem nagyon rossz játékélményeim voltak vele, ezért mondtam is, hogy bocsis rácok, de én nem akarok vele játszani. És az evacuation én is úgy voltam, hogy hüha, megint egy szuhi játék, mit fog majd adni, és wow, azóta is itt van a polcunkon. Működik, működik, nagyon jó, nagyon... Végre! Van benne kellő innováció, én úgy gondolom, ez a kettős erőforrás menedzselés, ez egy nagyon érdekes koncepció, a játék arról szól, hogy egy bolygóról kimenekülsz egy másik, ami pusztulásra van ítélve, egy új bolygót kell benépesítened, nagyon jól megfogták ezt, hogy az egyik bolygón elérhető erőforrás csak ott tudott felhasználni, még a másik bolygón elérhető for erőforrás csak ott, és ezáltal egy ilyen két készletet menedzselsz folyamatosan. Vannak hajók, amikkel tudod szállítani az embereket, az épületeket, illetve a nyersanyagokat, de az is egy átszállítási feladat. És ahogy az egyik világ folyamatosan pusztul, a másik világ folyamatosan épül. Nagyon jó élmény. Nekem, nekem nagyon tetszett. Nagyon, tehát, tényleg nagyon kéne kötözködnöm ahhoz, hogy azt mondjam, hogy mi nem működik benne. Nem azt mondom, hogy mondjuk 10-15-20 játék után nem találnám meg azokat a gyenge pontjait, amiket egy elemző megtalálhat, de mint játékélmény nálam abszolút a wow kategóriába igen, került. Igen, abszolút. Igen. És én úgy láttam a csapaton is, mert ugye négyen játszottunk vele, hogy, hogy nekik is tetszett. Ők is úgy álltak fel az asztaltól, hogy hm, tényleg nagyon érdekes ez a, ez a mechanika, hogy lényegében egy táblán van két minitábla, és még ugye a játékos táblád is rásegít arra, hogy az egyik bolygón használható erőforrásokat a bal oldalon gyűjtöd, a másik bolygón használható erőforrásokat a jobb oldalon gyűjtöd, és egy ilyen nagyon szépen segít, vezet abban, hogy mit, hol költhetsz el hogy tudod utaztatni, hova szállíthatod. Én ilyen mechanikával nem találkoztam még, lehet, hogy van más játékban, csak én nem ismerem, de nekem ez nagyon új volt, és nagyon tetszett. Nagyon egyedi, és tényleg vizuálisan is, komplexitás tekintve nem egy könnyű játék, azt azért hozzá kell tenni, tehát itt a csapatból is egy embernek pont azért is kevésbé tetszett, mert hogy már talán az a komplexitás szint, ami, hát, igen. ami kéri az időbefektetést, na de azt mondom, hogy szerintem megéri. Úgyhogy, Úgyhogy nálam a belső lecet kellett egy kicsit átkalibrálni, hogy azt mondom, hogy hát igen, itt az előfeltevéseimet rakjam félre, és hagyjam, hogy tiszta lappal esélyt kapjon egy játék, és, és, ez, ez meg is történt ott. És akkor ehhez kapcsolódan ugye ez a ismert fogalom, hogy horgonyeffektus, ez nagyon jól ideillik a, történetbe, ugye a horgonyeffektus az, amikor valamilyen kognitív előfeltevésed van, tehát a null állapotot azt te magasabbra vagy alacsonyabbra helyezed, és onnantól kezdve nagyon nehezen tudsz ettől elvonatkozni, nagyon nehezen tudsz ettől más véleményt alkotni. Érdemes ezt a horgonyt magunk szempontjából is sokszor felhúzni, és azt mondani, hogy tiszta vizet adunk neki, és vigyen, amerre valójában vinni kell, és nem ragaszkodni ahhoz, hogy ha egy játékot sokan jónak vagy rossznak mondanak, akkor az alapján próbálunk megítélni. Ugye itt most mi azt mondtuk, két olyan példát hoztunk, vagy négy olyan példát hoztunk, ahol átbillent a másik oldalra, de azért bőven van az vagy, a... vagy, vagy maradt. Vagy maradt. De igen, a lényeg ugye az, hogy a skála két végén a nagyon-nagyon hájpolt és a nagyon lehúzott játékok hogyan indulnak. De benne van az a kategória is, hogy sokan mondják azt, hogy egy játék rossz, lerakod a horgonyodat a rossz mellett, és onnantól kezdve te is azt mondod, hogy nem, igazad van, tényleg nem, nem olyan rossz. Vagy ugyanúgy a másik, hogy sokan szeretik, mindenki azt mondja, hogy hű, de jó, és egy ilyen, jó, akkor ha ez jó, mindenki azt mondja, jó, akkor szerintem is jó. Erre hajlamosak vagyunk azért mi is, hogy, hogy mások véleménye alapján a sajátunkat egy picit hozzáigazítsuk. Persze összességében, pont emiatt is, legalábbis én magamból kiindulva nem nézek előtte, ugye, amit beszéltünk, hogy véleményeket, mert próbálok nulláról indítani. Persze valamilyen szempontból elkerülhetetlen az, hogy egy csoportban meglátsz egy beszélgetést, elolvasod, vagy, vagy mész egy játékesre, és ott elmondja a játékmester, hogy egyébként neki tetszett vagy nem, és szerintem ezzel nincs is semmi gond. Csak összességében én próbálok úgy leülni, hogy, hogy oké, okay, akkor tiszta lap. Ahogy említettem előbb, van, amikor nem sikerül. Tehát valamikor annyira hát is, soksz... túl, túl van tolva, úgymond a vélemény nyilvánítás, hogy hogy egyszerűen nem, nem tudok elvonatkoztatni. De összességében szerintem ezzel sincs baj. Hát és sokszor te magad vagy az a akadály, vagy az a befolyásoló tényező, milyen lelki állapotban vagy, milyen érzelmi háttérrel ülsz, tehát nagyon sokszor még nem is magához a játékhoz kapcsolódik a vélemény. Igen, és itt a podcast kapcsán itt jó is, hogy mondod, hogy hol találkozol vele, és milyen hangulatban vagy, mert itt a beszélgettünk arról, hogy felvesszük ezt a podcastet, és ugye szóba került az, hogy eszenben, ott az eszeni összefoglaló podcastben minden játékra azt mondtuk, hogy tetszett. És feltettem neked a kérdést, hogy vajon ezek a játékok akkor is tetszettek volna, vagy tetszenének, hogyha egy olyan hétköznap után, amikor mondjuk reggeltől estig dolgozunk, és folyamatosan pörgünk, és, és fáradtan leülünk játszani, akkor is ugyanennyire nyitottan játszanánk azokkal a játékokkal, vagy azok a játékok csak azért tetszettek, mert ott egy nagyon jó hangulatban voltunk, nagyon felfokozott állapotban voltunk, minden nagyon izgalmas volt, mindennek nagyon örültünk, és ez az állapot szépítette meg azokat a játékokat, ezért tetszett minden, amivel játszottunk, vagy tényleg jó játékok. Ez ugye szerintem csak akkor derül neki, hogyha most mindet megvennénk, és megnéznénk azt, hogy egy sima hétköznap, vagy egy, egy kicsit fáradtabb hétvégén, vagy akármikor, egy rosszabb hangulatban is tetszenének azok a játékok? Szerintem a válasz egyértelmű: nem. Nem ugyanúgy tetszene. És most ez még mindig nem azt jelenti, hogy nem tetszene, csak hogy nem ugyanúgy. Ott voltunk abban a környezetben, plafonon voltunk érzelmileg, és tényleg ez a dobjatok elén bármit én jól fogok beleszórakozni szórakozni <laughs> igen, igen. Ez is egy ilyen fontos dolog, és sokszor mi magunkon is észrevesszük azt, hogy a a játékhoz kötődő véleményünk az nagyon függ attól, hogy hogy, mikor, milyen körülmények között játszottunk azzal a játékkal, és nem, semmi, nem azt mondom, hogy semmi köze nincs a játékhoz, de inkább másodlagos az, hogy milyen volt maga a játék. Hát uh. igen, az, hogy milyen hangulatban ősz lejátszani, az nagyon sokat számít, és szerintem emiatt nagyon fontos az, hogy adj esélyt a játékoknak. Mármint úgy értve, hogy adj egy második, vagy akár harmadik esét egy játéknak, Persze van az a helyzet, amikor nem tudsz, mert mondjuk elmész egy klubba, és ott próbálod ki, vagy nem neked van meg, a, meg az a játék. Szerintem fontos az, hogy nem feltétlenül egy játék után mondj véleményt, hanem inkább nézd meg azt, hogy igen. Most ne, nem célzottan azt mondom, hogy egy nagyon jó hangulatban ülj lejátszani, és nézd meg, úgy, hogy mi, mit ad a játék, és akkor, amikor egy nagyon szar napod van, akkor is ülj le, és nézd meg, hogy mit ad a játék, hanem egyszerűen én úgy gondolom, hogy többször ki kell próbálni egy játékot ahhoz, hogy hogy egy kifort, vagy egy olyan véleményt tudj róla alkotni, ami, ami tényleg valós meg ugyan, valós képet ad. Meg amit mondtunk. Valahol az is egy jó megfogalmazás, hogy ne vár tőle többet, mint, mint amit nyújtani Há, igen, akar. Igen. Ugye ez a, ez a hype jelensége, és igen, gondoljunk csak abba, hogy mondjuk van egy játék, amit eszembe eszemben mondjuk slágerjáték volt, mindenki azt játszotta, de mindenki felfogozott állapotban játszotta, igen. Azt, és, igen. és ránk zúdul a bgg a pozitív vízhang, hogy hú, de jó játék volt minden. Majd te ugyanazt a játékot otthon leül játszol vele, és azt mondod, hogy... <laughs> <laughs> Igen, nem volt ez rossz, csak nem értem a nagy hype-ot. Nem, mert a hype a helyszínhez is kötődik, nem Igen, csak a játékhoz. És a hangulathoz is. És, a hangulathoz. és szerintem ezek mellett nagyon fontos az, hogy szülessenek vélemények játékokról, és kellenek ezek a, ezek a review-ok, -ok. kell az, hogy hogy érdeklődj, hogy szív magadba másoknak a véleményét. Mert szerintem jó az, hogyha ha másoknak a véleményére is adsz, másoknak a véleményét is megismered, de, de talán a játék elején az, az, a fontos, hogy milyen egy játék, milyen mechanika van benne, hányan lehet játszani, hogyan működik, és majd utána az, hogy ténylegesen kinek mi a véleménye. Saját magadra visszatérve pedig talán a legfontosabb az, hogy lehetsz te bármennyire elemző, mert kell is, az, mi is azok vagyunk egy játék végén, én nagyon kielemezzük a játékot, szóval szerint így szétcincáljuk atomokra, hogy mi hogy működött benne. De a legfontosabb. Ha még csak a, ha még csak a játék után, de van, napokkal később. még még formunk rajta, igen. De a játék végén majdnem, hogy a legutolsó kérdés, a legfontosabb, hogy. És amúgy, hogy érezted magad játék közben? mert lehet az a világ legjobban összerakott játéka, ha te nem érzed benne jól magad, akkor nem érte el azt a célját, hogy szórakoztasson. És ezzel ellentétben vannak azok a játékok, amik korán sem tökéletesek, nagyon sok hibával is rendelkezhetnek akár, de te egyszerűen jól szórakozol közbe, akkor mi a probléma? Akkor ha játsz azzal, vedd elő azt a játékot, és lényegtelen, hogy mondjuk az emberek azt mondják rá, hogy hát de, az a kártya húzási mechanizmus az nem jó benne. Oké, okay, rendben, de te jól szórakozol. Akkor pont, le is van zárva ez a történet. Szerintem fontos azt kiemelni, hogy ne érezd magad szarul, hogyha mindenkinek tetszik egy játék, de neked nem. És fordítva is, hogy mondjuk van egy játék, ami a környezetedben senkinek nem tetszik, de neked igen. És fontos szerintem az, hogy merd elmondani ezekről a véleményed mind a mellett, hogy igen, most itt beszélgettünk így a horgony az, hogy ajánlasz-e valakinek, vagy elmondod-e a véleményed másoknak. Csak itt az is fontos, hogy magad felé legyél kritikus, hogy azért negatív, mert mondjuk egy pont egy olyan állapotban játszottál vele, hogy te voltál negatív. Ezt tudjuk, hogy nem könnyű. Mi magunknak is azért küzdünk ezzel néha, hogy a, a, a körülvilágot függetlenítsük a játéktól. Nem mindig működik ez a dolog. De ez talán azért is fontos, mert a véleménynyilvánításnak van egy erősebb kategóriája, az ajánlás. Amikor már annyira erős véleményt formálsz, hogy feltételezed azt, hogy a másiknak mi lesz az a képe arról a játékról, negatív vagy pozitív. És itt van az, ahol kicsit óvatosnak kell már lenni, hogy hogyan ajánlasz. Ugye a legegyszerűbb ajánlás az játsz vele, mert jó vedd meg, mert jó. Ugye ez a mm, oké okay, rendben. Mi a jó benne? Mi a jó benne? Mi számít jónak? Neked jó élményed volt, nekem is jó élményem lesz benne? Biztos vagy te ebbe? Ugye itt már vannak ettől árnyaltabbak, amikor jó, mert szereted azt a témát. Szereted az űr témát? Nagyon jó, jó, akkor mit tudom én egy mars formálása után ajánlok neked egy ommarsot oké, okay. kicsit nagy ugrás, de értem, igen. De hogy a téma, ugyan. a, téma ugyanaz. A téma ugyanaz. A Végül is ajánlhatsz egy Galaxy Trackert, annak is a témája ugyanaz. Igen, tehát, és itt van az, hogy tetszik a téma, nem biztos, hogy, hogy jó az az ajánlás, mert, mert közel lehetnek a témák, de a játékok meg mérföldkövekre lehetnek egymástól, vagy mérföldekre lehetnek egymástól. Tehát itt azért már a téma még, még mindig egy ilyen könnyedebb ajánlási forma. <sínt> Vagy akkor ajánlod, mert szereted azt a mechanikát. Ez mondjuk már egy kicsit közelebb áll talán a, a jó ajánláshoz szerintem, mert lehet, hogyha bejött a másiknak az a mechanika, akkor nyugodt szívvel ajánlasz egy akár másik témájú játékot, amiben szintén az a mechanika van, ami ami neki tetszett. Mint, Mi péld, például a paklépítés. <laughs> paklépítés, igen. igen. <laughs> a van benne kártya, jó, jó, már tetszik. Tehát már, már jó, indul. nem mindegy, hogy mennyi kártya van benne. <laughs> igen, meg is függ attól is. <laughs> jó, de... lehessen paklit építeni, igen. De már egy vagy mechanikai, tabló. vagy mechanikai per mechanikai összeérés már. Tehát ugye a tablóépítés tipikusan szerintem egy olyan téma, amit jó ajánlani, tehát ha szeretsz építkezni, és azt mondod, hogy ő szereti a tablóépítőseket, akkor valószínűleg ez a fajta tablóépítős is majd Igen. tetszeni fog, fog, neki. Vagy nagyon szereti a munkás lejezőst, akkor nézzünk még meg két-három másik munkás lejezős is, hogy akkor az is tetszik, hogyan csűrik, csavarják a dolgot. Vagy szereti az és akkor hát ez össze az összes minis játék. És mi van az eurókkal, amiben mini van? Ne. Ne. Azokkal nem foglalkozunk. Nem, nem is, nem is ilyen kategória. Na igen, tehát, tehát itt az ajánlás az, az, leginkább azért fontos, mert ismered a másikat. Vagy például most visszakanyarodva az én pozitív, vádfordult, negatív kategóriám, ajánlasz egy szerzőt, ajánlasz egy társasjáték tervező, ajánlasz egy kiadót. Ha, ú, tudom nagyon jó, hogy te szereted az övékön Ramsz játékait, na itt van egy újabb övékön Ramsz játék, és, és, már, már... Nálam mondjuk ez érdekes, mert én, én nem vagyok ez a hát bocsánat, hogy ezt a kifejezés használom, de szemellenzős, hogyha van egy kiadó, akkor, akkor kell az összes játéka, és tök mindegy, hogy milyen játékot ad ki, mert ugye még nem emlegettük bocsánat ebben a podcastben Lasszárdát, Próbáltam ne, kerülni, amúgy ne, nem, tudom figyelte, de többször kitértem a csapda elől, mert hogy négyes fölötti komplexitás. ha már itt van a tervező, akkor megemlíteném Lasserdát, és nem fogom a, megvenni az összes, összes játékát, csak azért, mert szeretünk pár játékát, de kiemelhetem az Övékön vagy a Simont, vagy akárkit, hogy nem fogom azért megvenni a legújabban megjelenő játékát, mert az a kiadó adta ki. Tehát ez is egy ilyen nagyon érdekes, hogy talán ebben is érdemes szűrni azt, hogy tényleg annak a kiadónak minden játéka fog nekem tetszeni, vagy sem. Igen, vagy tetszeni fog a legújabb feljáték, vagy vagy csak van hozzá egy nagyon jó élményed, és, és azt akarod megőrizni. Itt már azért persze benne van az is, hogy mondjuk játékot ajánlasz, vagy társas... Vagy gyűjteményt gyűjt -e, akarsz. Tagartam, igen. igen, tehát poddeszt akartam megfogalmazni, hogy játék élményt ajánlasz, vagy játékot ajánlasz, mert van azért olyan, aki például a Queen Games játékait mindet ki akarja gyűjteni. Innentől kezdve... Hát, hát, jó, hát most... Ez egy gyűjtőszenvedély, Igen. ezzel sincs gond, de ott függ, de lényegtelen belemened abba, hogy milyen mechanikákkal, meg hogyan működik, hanem azt mondod, hogy hm, oké, rendben, ennek a sorozatnak a következő eleme megjelent, ennyi információ már elég is. Úgyhogy ennek megfelelően, ugye itt a, az ajánlásnál tényleg az a fontos, hogy ismerd a másikat, mik azok a pontok, amiket megnyomva a helyes irányba tudod terelni. Igen, mert sokszor van például csoportokban is, hogy, hogy, látom azt, hogy ajánljatok játékot ennyi és ennyi évesnek, vagy, vagy ekkora csapatnak, vagy talán még, ami kicsit közelebb áll a jó ajánláshoz, mármint úgy a jó ajánláshoz, hogy jó játékokat tudnak neked ajánlani, hogyha meghatározott, hogy most mondok valamit, olyan játékot keresek, ami hasonlít a Stone Age-hez. És akkor már az, aki ajánl, az egy kicsit közelebb jut ahhoz, hogy neked valószínűleg milyen játékok fognak tetszeni, mondjuk ha a jubileumi kiadást nézem, szereted a, a havas témát, vagy szereted a munkás lehelyezést, vagy legyen benne kocka, és akkor tud olyan játékokat ajánlani, amik, amikben ezek a mechanikák vannak, ezek az elemek vannak. Itt, itt az ajánlásnál szerintem igen nagyon fontos az, hogy ismerd a másikat, vagy hogy tudd, hogy mit szeretne, vagy ha, ha nem ismered őt, mert mondjuk nem vagytok barátok, vagy nem vagytok közeli ismerősök, vagy csak csoportban kérdez valaki ajánlást, akkor aki ajánl, annak szerintem fontos az, hogy minél inkább szűkítse azt, hogy mire vágyik, mert akkor fognak tudni neki olyan játékokat ajánlani, ami valószínűleg talál és nem lesz csalódás. Nagyon jó, rossz példa volt a Stone Age. Pont abból hogy hogy a, a, <laughs> hogy a... <Köszi. gül> nem, abszolút egy jó rossz példa, mert hogy olyan, szeretem a is. Oké, okay, mit szeretsz benne? A munkás mechanikát? Vagy azt a randomitást, hogy kimész egy helyszíre, és bár... Tehát, és itt már nagy, uh, kimész egy helyszíre, és ott bármennyi fa is jöhet, ami akár lehet nulla is, meg lehet nagyon sok is, hogy a szerencse, a, az az izgalom, hogy eldobod a kockát. Persze ott már a, ott a beszélgetésben már elindulhat az, hogy jó, akkor valójában mit szeretsz abban a játékban, és akkor így még tovább szűkíteni azt, hogy neked Mit, 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 lenne jó ajánlani. Hát és akkor jöjjenek a derdevilek is, a fene gyerekek is ebben, amikor ne olyat ajánl, amit már ismerek, hanem ajánl nekem olyat, ami újdonság. <síns> <síns> és ez a... Oké, okay. tessék, lő BGG. <síns> Mennyi nézzék körül, hogy... <síns> Tehát, hogy, hogy... arra vágyik e az, akinek, aki ajánlás kér, hogy a 19. pont ugyanolyan játékkal akar játszani, vagy azt mondja, hogy jó, oké, okay, rendben, ezekkel játszottam, ezeket szerettem, de az ajánlás az legyen olyan, hogy semmelyiket ne hasonlítson. Legtöbbször ezt az ajánlást kérő se tudja megfogalmazni magában, hogy amit keres valójában. Egy következő jó élményt keres. Uh, nehéz kategória. Még ehhez egy ilyen kis kiegészítést, hogy azért voltam már fültanúja a társasjátékboltban is olyan beszélgetésnek, hogy bejött a vásárló, és uh, pultnál oda ment, hogy szeretne kérni valami játékot, de hogy ajánljon neki valamit. Egy társasjátékboltban, egy társasjátékboltban. <laughs> Oké. <Okay>. Messziről indulunk. <laughs> Oké, <Okay>, mit? <laughs> Me messzir messziről indulunk, tehát érdemes szűkíteni, igen, ahogy mondtad is, hogy minél jobban megismered azt, hogy mire vágyik valójában, annál, annál jobban tudsz ajánlást tenni neki. Hát akkor szerintem zárjuk is ezzel a, az ajánlásokkal ezt a, ezt a podcast epizódot. Írjátok meg nekünk, hogy volt-e olyan játék, ami rajtatok kívül szinte mindenkinek tetszett, de nektek nem, és fordítva is, hogy szerintetek melyik az a játék, ami talán a világ legjobb játéka, de a többieknek nem jött be. És kiegészítve ezt, ajánljatok nekünk egy társas játékot. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!